paraszt észel, kiszámol dolgokat, és most mondja el nektek, hogy egyáltalán itt miről van szó. Üdvözlök mindenkit! A István egy picit a beszéded kapcsán jutott az eszembe egy szám, hogy említetted, hogy a hölgy felújította a lakást ebből a hitelből. Új műanyag ablakok vannak, és nem tudom én mit végzett el a lakáson. Csak azt elfeledti mindenki, hogy abban 27% áfát befizetett az államnak a felvett pénzből. És aki nem tudja, az nyugodtan nézze meg Dama Endre a egyik úgymond internetes blogját, illetve amit én láttam a YouTube-on, amit azt mondom, hogy a Magyarok Világszövetségén mondott, hogy a bankoknak, ha befizetsz 1000 forintot, a bank 2,3% adót fizetett, 23 forintot. Míg ha nem a banknak fizetett be azt a pénzt, hanem vásárol zöldséget, gyümölcsöt a termelőtől, vagy az asztalostól, új bútor, de magyar asztalostól természetesen, akkor 1036 forint adó, egy éven belül 1036 forint adó kerül be a gazdaságba. És éppen föl kellett tartanom egy jó pár újságírót, hogy bejussanak a lakásba és fényképezzenek, de ha van itten, és akarok nyomozni az újságíró, nagyon szívesen adok neki információkat. Nézzék meg, hogy egy osztrák vagy egy német rendőr mennyit keres. Annyit keres, ami a mi rendőreink. Vagy mást mondok. Nézzék meg, hogy egy mezőgazdasági vállalkozó, ez az én szakterületem, ebben otthon vagyok, tehát erről én is tudok órákat beszélni. Miért van az, hogy egy magyar fiatal gazdálkodó, a te fiad, vagy a te fiad, vagy a te lányod, hogyha elvégzi az iskolát, fiatal pályakezdő agrárvállalkozóként egyszer kap 40 000 euró támogatást az életében. Ugyanezt az osztrák-német gazdálkodó minden évben megkapja. Miért? Ő több, mint te? Addig, amíg fejleszt, nem élete végig, de addig, amíg ő fejleszt, ezt minden évben megkapja. Kérdezem én miért? Ott azért vannak olyan szép ingatlanok, lakás, beruházások, úgymond napkollektoros vagy bármilyen alternatív energiarendszerek, mert hogy ő beforgatja azt a pénzt a gazdaságba, attól ez a gazdaság motorja indul. Nálunk érezhető Magyarországon, én látom, járom a piacokat, jön a nyugdíjas néni, jön a gyerekes anyuka, és nem egy kiló barackot vesz, vagy egy kiló banánt, hanem nagyon sokan annyi darabot vesznek, ahány családtag van. Ezen nagyon el kell gondolkozni. Régen a csepelművekben dolgoztam, ott akkoriban a pénteken a hentesek méterre adták a karajt. Isten bizony, méterre, szinte, jó? Valami történik a túloldalon. Akkor kihangosítva is, tehát az ablakon keresztül egyezkednek a végrehajtóval a túloldalon.